tánc az egy közös nyelv tud lenni. És én úgy érzem, hogy ez egy fontos dolog olyan rendezvényeken, ahol nem feltétlenül beszéljük egymás nyelvét, de mondjuk egy közös táncban megértjük egymást. Tudjuk azt, hogy a másik mi az, amit ki szeretne fejezni a saját táncával, vagy át tudjuk érezni ezt. És azt gondolom, hogy ez egy jó érzés. Ezt jó érzéssel tölti el mind a táncost, mind a nézőt. És hogyha közösen be tudunk állni egy táncba, akkor az egyfajta kapcsolatot is jelent a résztvevő emberek között. Today I'm going to be performing a belly dance, an oriental ballady. Oriental ballady a címe a koreográfiájuknak, amit egy szír és egy ugandai társával táncolnak. Ez egy hastánc fúzió, tehát hastánc kortástánc alapvetően keleti dallamokra. Úgyhogy számára leginkább a kulturális csere és a más emberekhez való kapcsolódás, ami fontos. Dance is very important for me for expression of my. Számára azért fontos a tánc, mert ez egy önkifejezési mód is, illetve kapcsolódás másokhoz. Lehetőséget ad az érzelmek kifejezésére, legyen az akár öröm vagy bánat, és az érzelmek megosztására is, mert ez egy közös nyelv, amihez nem szükséges nyelvismeret, hanem szavak nélkül tud kapcsolatot teremteni az emberekkel, és ezeket az érzéseket közösen megélni. Mi a Bánát szerb néptánccsoport vagyunk, Deszkről érkeztünk. Hát ugye már egy 70 éves együttesről beszélünk, úgyhogy már ez a, mondjuk ugye a vérünkben van ez a történet. Most egy Nis környéki koreográfiát fogunk bemutatni, vegyesen az ifjúsággal, ezzel mutatva, hogy a generációk hogyan adják át egymásnak a hagyományokat, értékeket a táncon keresztül. Mi görög táncokat hoztunk erre az alkalomra. Szeretjük a görög kultúrát, Görögországot, és ez az a kapcsolódási pont, amivel a magukhoz, a görögökhöz is tudunk kapcsolódni. Vannak tagjaink között a görög nemzetiség tagjai is, illetve olyan magyarok, akik szeretik ezt a görög kultúrát. Mi részt veszünk a szegedi görögöknek tulajdonképpen a kulturális életébe, igazándiból egy része vagyunk, annak ellenére, hogy mi magyarok vagyunk, de ettől függetlenül arra tettük fel az időnket és a szabadidőnket, hogy ezt a zenét, táncot és általában a görög kultúrát tovább vigyük a magyarországi görög diaszpóra, ha így lehet mondani, annak az életét tulajdonképpen színesítjük. Voltam már itt ilyen hasonló ilyen fesztiválon, és tényleg az, hogy sugárzik mindenkinek az adott országában lévő kultúra a táncából. Szoktunk táncházakat tartani a városban, Szegeden, és igazából oda bárki jöhet. Tehát ezekben az is jó, hogy bárkit be tudunk csalogatni, vagy bevonni, és ők is megismerik ezt a kultúrát, amit mi képviselünk.